szívben, Magyarország szívében. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtószabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Pest-Budán. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Nemzeti rangsereget. Közös teherviselést, képviseltet egyenlőség alapján. Zurbeli viszonyok megszüntetését. Esküdcéket. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. A magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldéket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok bocsátassanak szabadon. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Követeljük, hogy az írók szabadon leírhassák gondolataikat. Követeljük, hogy a kormányunk Pesten legyen. Követeljük az évenkénti országgyűlést. Követeljük, hogy ne tegyenek különbséget ember és ember között. Toborzó dalokkal, prózával, verssel emlékeztek a környei diákok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. A művelődési házban a testvértelepülés Tardoskett férfi kórusa is műsort adott. Csörgesse, pengjen sarkantyúja, Kossuth Lajos verbungja, a muzsikát adója. Falu végén szépen muzsikálnak, oda hívnak engemet is, magyar katonának. Be is állok a verbunkba, ha már verbúválnak. Elmegyek a pajtásimmal, vitézre grútának. Be is állok a verbunkba, ha már verbúválnak. Elmegyek a pajtásimmal, vitézre grútának. Most szép lenni katonának, mert Kossuthnak verbúválnak. Kossuth Lajos nem lett volna, katona sem lettem volna. Éljen, éljen a nemzet! 1848. március 15-én végleg eldőlt, hogy az országunk a polgárosodás útjára lép, és a polgári értékrendet választja. Ezek az értékek ma is meghatározzák saját magunk, településünk, egész országunk és nemzetünk életét. Ezért is jelentős és nagyon szép ünnep minden évben március 15-e. A mai rendezvényünkön is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tardoskedről érkezett barátainkat, akik minden évben nagy örömmel érkeznek hozzánk, és teszik szebbé az ünnep pillanatait. Meghívásunknak eleget téve, a hét elején személyesen jelezte Popovics György, a Komárom-Esztergom megye önkormányzat elnöke, hogy az önkormányzat is képviselteti magát az ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Verez Zoltán urat, a megye önkormányzati jegyzőjét. Kérem jegyző urat, hogy mondja el ünnepi gondolatait. A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. Tisztelt ünneplő közösség, kedves környei és tardoskeddi vendégeink! Míg magyar él, míg szabad ember éle honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére és történetalkotó alakjaira. Jósolta meg Jókai Mór 1848. március 17-én. És valóban, immár 171 esztendeje a magyar nemzet legszebb ünnepe március 15, mely új korszak alapjait rakta le népünk számára. 1848-49 jogokat, méltóságot és szabadságot adott.
az országnak függetlenséget, a népnek felelős kormányt, közteherviselést, sajtószabadságot, a parasztoknak jobbágy felszabadítást, a nemzetiségeknek törvényt. De a forradalom és a szabadságharc a nemzet lelkében is kitörölhetetlen nyomokat hagyott. Ezt tette igazán naggyá Petőfit, Jókait, Kossuthot, Széchenyit, ez koronázta meg a reformkor törekvéseit. 1848-49 üzenete ma is aktuális. Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy a 2011-ben született alaptörvényünk is a forradalom egyik jelszavával zárul. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ma ezek közül a külső feltételek, a béke és szabadság adottak, mint az alaptörvényünk is rögzíti, Magyarország független, demokratikus jogállam. A harmadikként említett kívánság, az egyetértés, illetve összefogás pedig elsősorban rajtunk múlik. Kétségtelen, március 15-e a modern polgári Magyarország születésnapja, a forradalom és szabadságharc igazi tanulsága pedig nem más, mint hogy összefogással nagy dolgokat vihetünk véghez, nemzeti szinten csak úgy, mint kisebb közösségeinkben. Mert míg egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen. Mai individualista korszakunk számára talán éppen ez, az összefogás, a közös ünneplés és közös célokért való együttmunkálkodás március 15-e egyik legfontosabb üzenete. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Yeah.
elmúlt hétvégén megyeszerte megemlékeztek a 48-49-es forradalomról és szabadságharcról. Nemzeti ünnepünkön Tatabányán a Bánhidai Szoborparkban mondott beszédet Schmidt Csaba polgármester. Egy olyan nap ez, amely minden magyar számára ünnep, amely mindannyiunkat büszkeséggel tölt el, a nemzeti érzésnek, a múltunk egy darabjának, egy dicső darabjának része. Amikor március 15-ére gondolunk, akkor nem csak március 15-ét ünnepeljük, hanem Magyarország egyik legdicsőbb korszakának a lezárását és egy újnak a megnyitását. Hiszen március 15-e nem előzmények nélküli. A reformkor állt előtte, amelyben talán a legtöbb nagy magyar volt, aki részt vett abban, hogy hogyan tudják Magyarországot felemelni, előre mozdítani, és közösen döntöttek annak érdekében, hogy a magyar nemzetet előrébb tudják mozdítani. Közöttük is sok vita volt. Ismerjük Széchenyi és Kossuth vitáját, amely nem csak hónapokon, hanem éveken át zajlott a reformkorban, de egy valamit biztosan tudunk mind a kettőjükről, hogy igaz rájuk Kölcsey gondolata, amit ő mondott, négy szócskát vésd jól a lelkedbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz, a haza minden előtt, mondta Kölcsey, és ezt mind Kossuth, mind Széchenyi magáénak érezte. Amikor a reformkorban küzdöttek, akkor nem a saját érdeküket nézték, nem pártérdekeket tartottak szem előtt, hanem a saját nemzetüknek az érdekét, hogy hogyan tudják Magyarországot felemelni. És ehhez áldozatokra is szükség volt, hiszen nem ugyanaz volt az érdeke a főnemesnek, nem ugyanaz volt az érdeke a nemeseknek, a polgároknak és a jobbágyoknak. De mindenki tudta, hogy akkor tudunk közösen sikeresek lenni, akkor lesz a magyar nemzet ismét sikeres, hogyha mindenki a közös érdekében tud áldozatokat hozni. Nem véletlen az, hogy Széchenyi István volt az egyik bajnoka a reformkornak, és ő vállalta azt is, hogy lemond olyan jogokról, amik csak a főnemeseket illették, mert látta azt, hogy enélkül nem lehet sikeres az ország. Ahogy Széchenyi István fogalmazott, sokan azt gondolják, hogy Magyarország volt, én azt szeretném hinni, hogy lesz. És milyen igazuk volt, hiszen Magyarország a reformkor után talpra tudott állni, de ehhez szükség volt 48 március idusára, amikor a pesti forradalmárok megmozgatták az egész országot. Először Pestet, és utána az egész Magyarország mögéjük állt, és azt mondták, hogy igen, a 12 pont az a mi 12 pontunk, az mindenki, az egész magyar nemzeté, és együtt kiállunk mellette. Ez megrengette nem csak Magyarországot, hanem az egész Habsburg birodalmat, és a Habsburg birodalom sem tért magához, hiszen rögtön utána az áprilisi törvények szentesítésével, Batthyány vezetésével kormány alakult, amelyben Kossuth és Széchenyi is helyet kapott. Hiába volt közöttük számtalan ellentét, azt mondták, hogy itt a lehetőség, hogy tegyenek a nemzetükért, hogy vállalják azt, hogy közösen a vitáikat félretéve dolgoznak Magyarország felemelkedéséért. De természetesen a birodalom itt nem hagyta magát. Nem úgy gondolta, hogy átmenetileg enged, de amikor megerősödött, úgy érezte, hogy most már a saját tartományaiban rendet tudott tenni, akkor elindult a Bécsnek, a kamarillának az akna munkája, és megpróbálta megosztani a forradalmárokat. Megpróbálta, de nem sikerült neki, hiszen a magyar nemzet kiállt a forradalom 12 pontja mellett, és azt is mondták, hogy ha kell, erővel is megvédik a forradalom vívmányait. És hiába próbálták akár nemzetiségi, akár más módon, akár a rendek módján megosztani Magyarországot, nem sikerült ezt elérniük. Összefogott a nemzet, és nem csak
Budapesten, hanem a vidéki települések is mind maguk adták magukat ahhoz, hogy katonákat állítsanak, honvédeket állítsanak az ország megvédése érdekében. Együtt lélegzett, együtt küzdött a nemzet a szabadságért, és azt mondták, hogy nem engedünk a 48-ból. Akkor is ezt mondták, amikor már a forradalom elbukott. Akkor is kiálltak emellett, és azt mondták, hogy nem működünk együtt azzal a rendszerrel, amely letipolta a szabadságunkat. Egészen a kiegyezésig a passzív ellenállás volt Magyarországnak a meghatározója. Nem engedtünk a 48-ból, ma sem engedhetünk a 48-ból, nem engedhetünk abból, hogy egységesen tudunk sikeresek lenni. Mert nem csak 1848-ban, hanem a korábbi századokban is a magyar nemzet akkor tudott sikeres lenni, akkor volt világra szóló dolgokat vittünk végbe, amikor egységesek voltunk. Kezdődött ez már a honfoglalás idején, a vérszerződés megkötésével és a Kárpát-medence elfoglalásával, hiszen a hét törzs egyenként nem lehetett volna sikeres, csak együtt, de ugyanígy csak együtt tudtunk sikeresek lenni Hunyadi vezetésével, majd Mátyás alatt az ország sikere, vagy Rákóczi vezetésével is. Csak akkor tudtunk sikeresek lenni, hogyha összefogtunk és együtt léptünk. 1848. március 15-e, és ezt üzeni számunkra. Amikor ünneplünk, azért ünneplünk együtt a nemzet napján, hogy megmutassuk, hogy együtt sikeresek tudunk lenni. Lehetnek vitáink a mindennapokban. Gondolhatunk mást az ország irányításáról, gondolhatunk mást a helyi fejlesztésekről, a helyi ügyekről, de nem tehetjük, félre kell tennünk az ellentéteinket a nemzeti ünnepen, mert azt kell mondanunk, hogy ez az, ami összeköt bennünket, ami erőssé tesz, ami sikeressé tud tenni. És azt mellett is ki kell állnunk, hogy mi magunknak kell, hogy megmondjuk azt, hogy milyen irányba szeretnénk menni itt Magyarországon és Európában. Nem bízhatjuk másokra a döntést, nem hagyhatjuk azt, hogy mások döntsenek helyettünk. Nekünk kell tudnunk azt, hogy milyen életet szeretnénk élni, hogy milyen hit szerint szeretnénk ezt az életet élni, hogy milyen oktatást, milyen egészségügyet szeretnénk, és azt, hogy kikkel szeretnénk együtt élni, és ezt hogyan szeretnénk megtenni. Ahogy 1848-49-ben is voltak olyan erők az ország határain kívül, amik arra törekedtek, hogy megosszanak bennünket, úgy ma is vannak ilyenek, mind az ország határain belül, mind pedig kívül. De nekünk ezt nem szabad hagynunk. Mindig meg kell találnunk azokat a pontokat, amelyek összekötnek, amelyek erőssé tesznek bennünket, és amelyek együtt lehetőséget biztosítanak a számunkra, hogy sikeresebbé tudjunk válni. Nem jelenti ez azt, hogy nem kell vitatkoznunk, hogy nem kell megkeresnünk közösen a legjobb megoldásokat, de jelenti azt, hogy tudnunk kell összefogni, együtt ünnepelni, közösen kiállni az értékeink mellett, mint ahogy kiálltak elődeink. Hiszen 1848-49 után is megpróbálták megosztani a magyarságot, megpróbálták megtörni a passzív ellenállást, de nem sikerült. Ma is azt kell mondanunk, hogy nem szabad hagynunk azt, hogy megosszanak bennünket, nem szabad hagynunk, hogy a döntéseinket elvegyék tőlünk, azt kell, hogy mondjuk, hogy a jövőnkről, a szabadságunkról, a mindennapjainkról nekünk magyaroknak kell itt döntenünk Tatabányán, Esztergomban, Tatán, Budapesten, Békés Csabán és Debrecenben. Nem hagyhatjuk, hogy ezt mások tegyék meg. És azt sem hagyhatjuk, hogy akár a nemzeti ünnepünkön, akár máskor megosszanak bennünket. Én ezért szeretném megköszönni önöknek, hogy együtt ünnepelnek itt Tatabánya városában, félretéve mindenféle
különbözőséget közöttünk. És nagyon sajnálom azt, hogy voltak ma olyanok, akik ezt nem így gondolták. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy egyetlen kihágás volt a részükről, és bízom abban, hogy a következőkben, ahogy az elmúlt 30 évben mindig együtt tudtunk ünnepelni, így a jövőben is együtt fogunk tudni ünnepelni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek, és itt utolsó gondolatként engedjék, hogy ha már Széchenyi és Kossuth vitájáról beszéltem, és Széchenyit és Kölcseit idéztem, akkor Kossuth idézetével búcsúzzak. A haza örök, s nem csak az iránt tartozik kötelezettséggel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. Dolgozzunk azért, hogy olyan legyen a jövőnk, olyan legyen az országunk, amilyet szeretnénk, hogy ami lehet, az legyen is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Az ünnepi műsorban Tatabánya Város Fesztivál fúvószenekara és a Csutri Népművészeti Egyesület is közreműködött. Isten hozott, lépj be az ajtón, ha szerencsét hozol, szívesen látunk máskor. Ez az idézet köszönti a Német Nemzetiségi Múzeum látogatóit, ahogy korábban a sváb családok házába lépőket. A betelepülő németek nagy számban használták tárgyaikon a feliratozást, így azok a falvédőkön, lepedőkön és kendőkön is megjelentek. A múzeumban nyílt kiállításon közel 200 feliratos német nemzetiségi textília látható. A gyűjteményt egy magángyűjtő Jungwirthné Bús Erzsébet adta kölcsön a múzeumnak, aki 2 évtizede a magyar szöveges falvédőket kezdte gyűjteni, majd a család sváb gyökerei és gyermekkorának Veszprém megyei német közege is arra késztette, hogy a német feliratos falvédők is a gyűjteménybe kerüljenek. A gyűjtés az közel 20 éve indult a magyar falvédőkkel, tehát itt most a kiállításon a német sváb falvédőket láthatjuk. A magyar falvédőket közel 20 éve kezdtem el gyűjteni, összegyűlt 1-200 darab, és akkor kicsit abba hagytam. A munka miatt is kevésbé volt rá idő, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor a nővérem Gabriella a szülőfalunkban, Vigán Petenden egy plébánia épületben egy egyháztörténeti, helytörténeti kiállítást rendezett, és ő se tudta, hogy gyűjtöm a falvédőket, és akkor adtam neki néhány vallásos témájú magyar falvédőt, és akkor lepődött meg, hogy milyen sok van, és hogy rendezünk kiállítást. Ez az első falvédő kiállítás tulajdonképpen tavaly nyáron Vigán Petenden a Művészetek Völgyébe volt, és azóta volt egy másik Pulán, ahol már a sváb darabokat, és a sváb daraboknak a sikerét látva a múzeum fele jeleztük, hogy lenne egy ilyen kollekció. Én nagy örömmel vettem, hogy az igazgató úr kérésére kiállíthattuk itt a sváb textíliákat. Hát nagyon kíváncsi vagyok a véleményekre, és majd, hogy kinek hogyan tetszenek ezek a régi textilek. A beszerzés az leginkább internetes portálok. Tehát nem szeretnék reklámszavakat mondani, de leginkább a vásárlások, ahol képekkel elég jól láthatóan, de ugyanígy az ócskapiacokon, vásárokon néhány darab. Kaptam ajándékba is, tehát azért jó egy néhány darab ajándékba is került, családból is, de azért a nagy része az internetes portálokon történő vásárlás. De az egyik legkülönlegesebb textil, amit majd szeretném, hogyha a kedves nézők, látogatók is láthatnák, ez a különleges gyerekfürdető lepedő, ami több mint 100 éves, gyönyörűen kivarva, hát elég rossz állapotba került hozzánk, és ez a legtöbb textilnél komoly kihívást jelent, a rozsdafoltok, a különböző hibáknak az eltüntetése, és ezt sikerült, én azt hiszem, elég jó állapotba hozni, és szerintem egy nagyon különleges darab. A tork
torkos csütörtök volt az alap gondolat, hogy a torkos csütörtökhöz kapcsolódva a női szerepkör, a nőknek a munkájának a bemutatása, hiszen ezek a falvédők a hölgyek keze munkája, és bizony elképesztő munka van egy-egy falvédőbe. Én néhány darabot kaptam úgy, hogy a széle nem volt befejezve. Amikor 3-4 estével tudom befejezni egy pici szélvarrást, elképedek, hogy mit dolgoztak egy egész nagy, komoly textilián, és én azt hiszem, hogy valami fajta tisztelet is ez a korosztálynak, akik ilyen gyönyörű darabokat, ilyen kézügyességgel és ennyi időt rászánva vartak ki egy-egy szépséges darabot. Láthatunk az egyházi daraboknál, tehát ugye a vallási témakörnél, a házi oltárterítők, házi áldásoknál 1910-ből, de a kelengyeládában az 1800-as évek végéről néhány darab. Tehát sok-sok számomra gyönyörűség van itt, ami közül egyet kiragadni nagyon nehéz, mert mindig más, és nagyon sok kedvencem van. A szenvedély talán onnan indult, hogy a édesapám nővérétől én még elég kislány voltam, amikor megkaptam a BE monogrammos kendervászon kis kendőjét, és ez a mai napig megvan nekem. A családban sok-sok támogatást kapok, Gabriela nővérem rengeteget segít a kiállításoknál és a textileknél is, de az elsős unokám olvasva tanulja a falvédőket, úgyhogy bízok benne, ő neki már van kedvenc falvédője. Tehát én nagyon szeretném, hogyha ezt a gyűjteményt, ami már azért tényleg elég szép számú, hogy a családba is majd tovább vinnék. Reménykedem, hogy ők is lelkesen és tovább fogják ezt a falvédő szeretetet vinni. De a gyűjtés során nagyon sok kedves emberrel találkoztam. Találkoztam olyannal, akitől gyönyörű régi darabokat kaptam, és mondta, hogy kedvesként még ezt vigyel, mert én a fajanszokat gyűjtöm, és akkor annak nagyobb helye lesz, vagy több helye lesz. Én azt hiszem, talán ez már egy olyan örömmunka, ami a nyugdíjas évekhez köthetően alakítható ki. Én nagyon örülök neki, hogy ez a fajta régiség, a régi textilek iránti szeretet, ami régóta megvan, hogy most nagyobb idő, több teret tudok neki szentelni, és nem csak a saját örömömre, én bízom benne, hogy ez mindannyiunk örömére szolgál majd. Házi oltárterítők a német sváb családoknál nagy-nagy hagyománya volt, és ami különleges ezeknél a daraboknál, hogy Tolna megyébe találtam a legtöbbet, és onnan származnak Bonyhád környékéről, főleg a házi oltár és a vallásos témájú falvédők. Az egyik nagy kedvencem, ahol láthatjuk a Krisztusnak az ábrázolása, ami gyönyörű a varrása. Tehát az arcnak a finom vonulatai, olyan finom vékony cérnával, szinte rajzszerű az egész, olyan gyönyörűen van kivarva, és ez valóban egy nagyon-nagyon különleges darab. Amit még el szerettem volna mondani, a kettő látszólag teljesen a nyomot, mint az gyakorlatilag hasonló, illetve ugyanaz. Az egyik Eger környékéről került hozzám, tehát egy ottani hölgytől sikerült megvásárolni, a másik pedig szintén Bonyhád környékéről való, de ugye ezek előnyomott darabok, és nagyon szép aprólékos kivarrással láthatjuk. Talán annál a darabnál a nagyon-nagyon finom azsúr munka, még ugye ez a szálhúzásos technika, ami nagyon különleges és egy rendkívüli kézügyességet kíván, de ugyanígy a többi vallási témájú falvédőnél is a Mária ábrázolás gyakorlatilag a vallásos témakörnek szinte egy elég széles szelete. Én azt hiszem, hogy így gyűjteményként ez egy nagyon szép, és ez megint egy olyan, ami nagyon-nagyon kedves számomra, és nagyon szép darabok. Alkalommal nyílik itt a Német Nemzetiségi Múzeumban egy olyan kiállítás, ami egy magángyűjtemény kiállítása, egy magángyűjtemény töredékének a kiállítása gyakorlatilag, hiszen itt Tata városában sokak számára ismert Jungwirthné Bús Erzsébet neve, aki egy hát egészen döbbenetes mennyiségű és csodaszép állapotban lévő textília gyűjteményt hozott létre, és ez a gyűjtemény került az idei év elején a Német Múzeum látókörébe is. Úgyhogy ez az első alkalom, amikor
megengedtük, gyakorlatilag beengedtünk a falaink közé egy olyan gyűjteményt, ami sem a mi tárgyaink, nem a mi tárgyainkat mutatja be, és nem is egy tudatosan német nemzetiség számára létrehozott kiállítás, hanem olyan magángyűjtő darabjai, aki igazán arra törekszik, hogy a legszebb és legkülönlegesebb darabokat hozza el ide a múzeumba. Mindannyiunk számára egy új kihívást jelentett ennek a gyűjteménynek a kiállítása, hiszen azon túl, hogy a textília installálása sem egyszerű már, nem voltunk még mi sem olyan helyzetben, hogy olyan tárgyakkal kellett volna dolgoznunk, amelyeket mi magunk nem nagyon ismerünk. Nagyon élveztük ezt a munkát, és nagyon sok olyan tárgy került a kezünkbe, amelyekkel még mi muzeológusok itt a Német Nemzetiségi Gyűjteményben dolgozók azelőtt soha nem találkoztunk. Ez a kiállítás, ez úgy egyeztünk, úgy döntöttünk, az a döntés született, hogy ez a kiállítás a torkos csütörtök napján fog megnyílni. Ugye ez a mai nap, hiszen hambazó szerda után kezdődött ugye a nagybőjt, de csütörtökön még elfogyasztották az emberek a megmaradt ételeket, amik otthon a kamrában felhalmozottak a farsangi disznőölések és egyéb sütés-főzések után, és ez a nap volt az, amit a népi kultúra torkos csütörtöknek, zabáló csütörtöknek is nevezett. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy egy ilyen kimondottan női kiállítást egy ilyen napon fogunk megnyitni, amikor egy kicsit kapcsolódunk az egyházi évnek is egy fontos időszakához. Több oka is volt annak, hogy ezen a napon tudjuk megnyitni ezt a kiállítást, hiszen azon túl, hogy egy nagyon tipikusan női témáról van szó, nagyon fontos, hogy a feliratos lakástextília egyik legnagyobb csoportját képezik az olyan tárgyak, amelyek valami otthoni házon belül gyakorolt szakralitás, vallásos cselekménynek a helyszínét képezték. Egészen konkrétan az oltárterítők, a házi oltárterítők azok az első olyan textilek, amik talán a legszebb és legkülönlegesebb csoportját alkotják a feliratos textíliának. És ezekből a gyűjtemény egy jelentős része, ezeknek jelentős része és nagy változatossága található meg a gyűjteményben. Talán ezek között vannak az olyan legkülönlegesebb darabok is, amik számunkra már nem ismertek a mi mindennapjainkban, hiszen még egy oltárterítővel mindenki találkozhat, aki akár elmegy egy templomba, de számunkra ma már ismeretlen a halotti gyászlepel, vagy akár a halott virrasztásoknál használt tükörtakaró lepel, tükröket letakaró kendőnek a egyáltalán a megjelenése, a használat, ezekből nagyon kevés is maradt meg a múzeumi gyűjteményekben. Most ilyen különleges textilek is helyet kaptak itt a múzeumban, és a kiállítás részét képezik. Emellett pedig nagyon sok azoknak a textíliáknak, azoknak a feliratos textíliáknak a száma, amik hát a ma is ismert életbölcsességeket, talán közhelyeknek is nevezhetnénk, de a maguk egyszerű módján felhívják a figyelmet a mindennapi életben szükséges jó tanácsokra, olyan útravalókat adnak, akár reggel, akár egy esti lefekvéshez, amiket úgy mindenki szívesen végig gondolhat, elolvashat, és hát ezek különlegessége itt a Német Nemzetiségi Múzeumban természetesen az, hogy a textilek egytől egyig német feliratúak, méghozzá magyarországi német feliratúak, jól látszik rajtuk azok a kis svábos, kicsit ilyen időnként nem a művelt német, hanem az egyszerűbb német nyelvnek a használata, illetve a különböző kis jelzések, amelyek azt mutatják nekünk, hogy Magyarországon a németek körében gyakorlatilag minden társadalmi rétegben elterjedt volt ezeknek a feliratos textíliáknak a használata.
Az, hogy a gyűjtemény ilyen nagy számban tud megjelenni itt a múzeumban, az mindannyiunk számára megint csak egy nagyon új és különleges élmény, hiszen általában küzdünk azzal, hogy megszerezzük azt a kellő mennyiségű és fontos, kiemelkedő tárgyat, amik egy adott kiállítás témáját tudják képezni. Hát ebben a kiállításban nem kellett azt számolnunk, hogy elég lesz az anyag, ami kikerül a múzeum falaira, hiszen inkább a múzeum falai voltak egy kicsit kevesek ahhoz, hogy a gyűjteményt teljességében lehessen bemutatni, és ez nagyon fontos, hogy igyekeztünk minél teljesebb formában bemutatni ezt a gyűjteményt, ami most valóban csak és kizárólag azokat a gyűjteményi darabokat mutatja be, amik valamilyen módon a német kultúrához köthetőek. És hogy honnan is jönnek ezek a tárgyak? Hát ez megint egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen általában, hogyha létrejön egy ilyen magángyűjtemény, akkor nagyon gyakran a gyűjtők nem fektetnek nagy hangsúlyt arra, hogy honnan van ez a tárgy, hiszen általában az a fontos, hogy még nem volt ilyen darab, és legyen még ez még teljesebbé tegye a gyűjteményt. Ebben az esetben ezzel a problémával sem kellett szembesülnünk, hiszen a gyűjtő nagyon egészen tudatosan törekedett arra, hogy ne csak magukkal a tárgyak sokasságával, hanem azoknak származásával és használatával és elhelyezési módjával is szinte egytől egyig tisztában lehessünk, és tudjuk azt, hogy van a gyűjteménynek olyan része, ami egy háztartás kelengyéje, ami gyakorlatilag múzeumi szinten is egy teljes kuriózumnak számít, hiszen nagyon kevés teljes kelengye került begyűjtésre múzeumi gyűjteményekbe. Ugyanakkor ezek mutatják a legjobban a hímzett, feliratos, díszített textíliának a lényegét, hiszen ezeknek a többsége mind kelengyébe készült, illetve olyan útravaló, amit minden értelemben az anyák adnak át a lányaiknak, és generációról generációra tudnak öröklődni, illetve minden generációnak készül valami új, valami kicsit több, valamiben kicsit más, ahogyan változik az embereknek az ízlése is. Ez azért volt számunkra is nagyon meglepő, mert hogy magukon a feliratos tárgyakon is láthatók olyan példák, amik szépen mutatják azt, hogy ugyanazzal a formavilággal dolgoznak, de már egy kicsit más motívumokat jelenítenek meg, tehát ahogy szépen változik az ízlés, úgy követhetőek végig a generációk, akik ezeket a tárgyakat használták, és a lakásukat díszítették vele. És közben pedig nagyon érdekes az is, hogy itt a múzeumban mi sokszor görcsösen keressük azt, hogy mi lesz a német tárgy. Mik lesznek azok a tárgyak, amik a magyar kultúrában a német közösségnek egy pluszot, egy többletjelentést adnak, vagy egy kicsit elkülönítik a többségi kultúrától, hiszen mindannyiunk számára ismert, hogy Magyarországon egy kisebbségi kultúráról, egy közösségben gyakorolt szokásokról, használt tárgyakról lenne szó itt a múzeumban. Mégis nagyon nehéz megtalálni azt, hogy mitől lesznek ezek a tárgyak német tárgyak. Most a feliratos tárgyak esetében azt hiszem nem kérdés az, hogy mitől lesznek német tárgyak, és számunkra is talán a múzeum munkáját is egy kicsit dicséri az, hogy besétáltak az ajtón ezek a tárgyak, és végre nem nekünk kellett megmondanunk egy adott tárgyról, hogy az német vagy nem német, hanem maguk a tárgyak, illetve a tárgyak gyűjtője jelentkezett itt a múzeumban, hogy ez a gyűjtemény igazán érdemes arra, hogy megmutassuk itt egy tatai közönségnek is. Sok ilyen fontos megközelítése létezik ennek a gyűjteménynek, amely azt gondolom, hogy minden esetben egy kicsit új szeletét mutatja meg a múzeum munkájának, illetve annak, hogy hogyan tud a múzeum talán a közösség számára, és most az esetünkben főként Tata közössége, hiszen nem titok az, hogy ez a gyűjtemény most igazán a tatai és Tata környéki németeknek szól, mert hogy itt lehet a legjobban
látni azt, hogy milyen sok és milyen gazdag, akár csak az a textilanyag is, ami a német nemzetiségi kultúrából megőrizhető, és mivel egy tatán is ismert személy állítja ki ezt a tárgyi anyagot, így a helyi kultúrában különösen fontos szerepet kaphat a Német Múzeumnak ez a kiállítása. Ez nagyon fontos a múzeumok számára, hiszen akkor tudunk azt gondolom jól működni, és valóban ennek a kultúra közvetítő szerepnek megfelelni, hogyha nem csak olyan kiállításokat csinálunk, ahol mi mondjuk meg azt, hogy mi kerül ki a kiállításba, hanem átadjuk a lehetőséget valaki másnak, aki egy más szempontból, egy más szemszögből fogja megmutatni ezeket a tárgyakat. Ebben a szellemiségben, ebben a gondolatban készült most el ez a kiállítás. Itt a múzeumban egy ilyen feliratos textíliák címet kapta, hiszen nagyon sokféle az a kiállított anyag, ami megjelent. Nehéz lett volna azt mondani, hogy házi oltár díszítések mondjuk a Német Múzeumban, mert nem csak arról van szó, hanem nagyon sokféle gyűjtött anyag került ki. Ami számomra a legizgalmasabb, és ezek még mind talán kérdések lesznek számunkra is a jövőben. Maga az írásbeliség az mindannyiunk számára talán egyértelmű, hogy nem egy régi műfaj, főleg nem a népi kultúra körében. Gyakorlatilag ezek a tárgyak, ha azt vesszük, nagyon régre nem mennek vissza, hogy a 19. század vége lesz az, amikor a feliratos textília ennyire egyértelműen megjelenik a népi kultúra körében. Mégis maga ez az üzenni akarás és a nyomot hagyás, az valahol nagyon régen megjelent már az emberi gondolkodásban, hiszen a legkorábbi időkben is találunk olyan kis feliratos tárgyakat, amik valamilyen módon üzenni akarnak, hanem is az utókornak, nyilván az a saját korának akar üzenni, mégis ezt tud üzenni a legtöbbet talán az utókornak is, ezt tudja a legtöbbet elmondani erről a korszakról. Itt most ebben a gyűjteményben talán a legrégebbi darabok valóban ezek a 19. századi, amelyek gyakran csak egy-egy monogramot vagy egy-egy nevet tartalmaznak, amikor látszik az, hogy az írásbeliség még abszolút nem egy elterjedt, egy népszerű dolog. És aztán hirtelen robbanásszerűen megjelenik az előre nyomtatott mintáknak a kihímzése, az, hogy ezek a vallásos gondolatok megjelennek a hétköznapokban. Aztán ehhez csatlakoznak az olyan hétköznapi gondolatok is, mint hogy mi a dolga a jó háziasszonynak, mi a dolga a lánynak a családban. Az egyik legkülönlegesebb darab az egy gyermekfürdető lepedő, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a kisgyereket minden reggel jól meg kell fürdetni egy kicsit hűvösebb vízben, hogy egészséges legyen. De fontos az, egyáltalán megjelenik az, mennyi mindent mond ez el a higiéniáról való gondolkodásról, hogy egy kisgyermek fürdő lepedőjére, amit egyébként gyönyörűen vartak ki, hímeztek ki, azon megjelenik az, hogy fontos, hogy minden kisgyerek megfürdessenek. Aztán bejönnek olyan gondolatok, amik gyakorlatilag az ilyen osztrák-magyar monarchia korabeli kis szavakat tartalmazzák. Például van egy olyan kendőnk, ami két kisgyerek látható rajta, akik főznek, és mindenkit szívesen látnak az ebédre, de a válogatósokat, azokat nem. Tehát egy kicsit megjelenik egy olyan gondolat is, ami már egy ilyen polgári és polgári világnak az írásbelisége, az írásbeli kultúrája. Nagyon sokat és sokfélét lehetne még felsorolni ezek közül, a textíliák közül. Mégis talán számomra az a legfontosabb része ezeknek a gyűjtött tárgyaknak, ezeknek a most bemutatott tárgyaknak, hogy nagyon kapcsolódnak a mi jelenkorunkhoz is, hiszen bármennyire is ma már mondjuk a feliratos textília nem jelenik meg a mi lakáskultúránkban, de ezek az üzenetátadások, ezek a kis rövid, sokszor közhelyes gondolatok, ezek
a mindennapjaink részét képezik. Miközben épült a kiállítása, közben sokat beszélgettünk az olyan Facebookos mémekről akár, amik nagyon hasonlítanak ezekhez a gondolatokhoz, hogy például a felhőkön túl mindig kék az ég, az itt is megjelenik egy gyakorlatilag talán 20. század elejé feliraton is, már ezek annyira régóta részét képezik a mi kultúránknak. És aztán előjöttek azok is, amit a gyerekek gyűjtenek, ezek a kis kupakok, amiken szintén van minden napra egy jó kívánság, minden napra egy pozitív gondolat, egy jó gondolat. Ezek szintén megtalálhatók ezeken a textileken is, úgyhogy nagyon várjuk azt, hogy hogyan tudja majd akár a fiatalokat is megfogni, a fiatalokat is hogyan tudják megfogni ezek a gondolatok, hiszen amellett, hogy gyönyörű díszítésekkel jelennek meg, maga a keret, amivel megjelennek, azok is fantasztikusan szépek. Sokszor olyan gondolatokat tartalmaznak, amelyek nagyon is a mindennapjainkban is, mai mindennapjainkban is megjelennek. És aztán a másik része, amik pedig a teljesen elavult gondolatok, amik mára már talán egy kicsit ilyen megmosolyogtatóak is, hogy egy nő kötelessége a jó étel, és hogy ezek amik ma már egy kicsit talán a fiatalabb korosztályban is olyan kételkedve fogadják őket, amik talán ma már ilyen nagymamáknak a bölcsességei, hogy csak a szorgalommal lehet valamit elérni, azok mind-mind helyet kaptak itt ebben a kiállításban. Így nagyon várjuk azt, hogy milyen lesz majd a fogadtatása a látogatók és az érdeklődő közönség körében. Maguk a motivumok azok általában a leggyakrabban talán a virág az, ami előkerül, hiszen alapvetően női munkákról van szó, és hát maguk a virágok azok nagyon fontos szerepet kaptak így a női önkifejezési módokban, de sokszor megjelennek olyan motivumok is, amik talán mondhatjuk rá, hogy a német közösség körében elterjedtebbek, mint a magyar kultúrában, így a házaknak az ábrázolása, ezek a fachwerk, favázas házak, ezek nagyon gyakran előfordulnak a képeken, aztán nagyon gyakoriak az előre megmintázott, előre nyomott figurális ábrázolások, tehát maguk nők jelennek meg, gyerekek jelennek meg rajta, ugye az egy nagyon kedvelt téma, hogy gyerekeket ábrázoljanak rajta. És talán a leggazdagabb motivumkincsel azok az oltárházi oltárterítők és házi ilyen kis vallásos feliratok rendelkeznek, amik egy külön részét képezik a kiállításnak. Itt nagyon gyakran jelenik meg az eukarisztia, és nagyon fontosak azok a szakrális motivumok, amik a korabeli háztartásoknak nagyon megbecsült és nagyon az elmélyülést segítő részei voltak. Ami még egy érdekesség, az a madárábrázolások. Ezek ugye a magyar népi kultúrában is nagyon kedvelt motívumok, de valahol itt a német közösségben még bejön egy olyan plusz jelentésük is, ami így amikor a II. Világháborút követő nehezebb életkörülmények, és hát a sorsnak egy kicsit ez a kétségessé válásával együtt nagyon szépen jelenítik meg azt, hogy a kirepülő madarak, az eltávolodó, hazától eltávolodó madarak is mindig keresik azt az otthont, a családi fészket, ami mindenki számára fontos. És talán amit így a legközpontibb gondolata ezeknek a tárgyaknak, az tényleg az otthonnak a keresése, akár csak a saját tűzhely, ugye több generációs együttélésekről beszélünk itt ebben az időszakban még, és a saját tűzhely, a saját konyhának a léte az ilyen nagyon különlegesen fontos szerepet kap ebben az időszakban, és emellett pedig a saját otthon megalapításának a reménye és a vágya az, ami még jelentős számú darabon megjelenik. Azt nem lehet mondani, hogy településenként mondjuk elkülöníthető lenne a szövegek alapján, hogy honnan származnak, viszont az nagyon jól megjelenik, hogy a német
szó, a német nyelviség mennyire fontos volt így a házi feliratokon, a lakástextileken megjelenő feliratokon is. Talán az egyik kedvenc feliratom az nekem pont az, ami arra buzdít mindenkit, és arra hívja fel a figyelmet, hogy németnek kell maradni, akár milyen nehéz idők jönnek, és akár merre viszi is az embereket a szél. Fontos az, hogy az emberek, akik magukat németnek vallják, azok németek is tudjanak maradni. És ez szerintem egy nagyon szép gondolat a mai mából visszatekintve arra, hogy hogyan próbálják ezt a sorsnak a nehezebbé válását az otthoni közegben feldolgozni, amíg lehet, és aztán amik talán nem annyira jellemzőek, de egy-két példa található rá, amikor aztán eltűnik a német felirat erről a textíliáról, és maradnak a virágok, és nem túl bölcs dolog már német nyelvű feliratokat kitenni a lakásba, hiszen bármikor jöhet egy rossz akaró ember, és ez is nagyon jól látható a textileken, hogy egy idő után eltűnnek róluk a feliratok, és előtérbe kerül az, vagy pedig teljesen ilyen általánosságokká válnak, és sokkal kevésbé próbálják a németséget megjeleníteni. Ezek a textíliák alapvetően több helyen is szerepet kaphattak, azért a legfontosabb szerepük az természetesen a tiszta szobában volt, házi oltárokban, szent sarkoknál voltak főként a vallásos textíliák, asztalterítőket nagyon szépen lehetett díszíteni feliratokkal, ezek is több helyen is szerepet kaphattak, de megjelentek a konyhában, ahol éppen a lányokat kellett többé-kevésbé, illetve nem kellett, de azért érdemes volt motiválni arra, hogy jól végezzék a házi asszonyi kötelességeiket, és ami még szerintem egy nagyon szép csoportja ezeknek a textíliáknak, azok a dísztörölközők, és abból egy elég jelentős számú darab került ki ide a gyűjteménybe. Ezek pedig szintén a konyhában, illetve ünnepi alkalmakkor a vizespad és a dísztörölköző tartókon kaptak helyet, ami megint egy ilyen nagyon szépen mutatja, hogy hogyan kell elképzelnünk a korabeli lakáskultúrát, hogy hiába, hogy mondjuk a lakások belsejeit fehérre meszelték, tehát az alapszín az mégiscsak egy fehér szín volt, de az embereknek ugyanúgy szüksége volt arra, hogy díszítsék az otthonaikat, és ezek a hímzett textíliák éppen ezért megjelentek a ritkán használt helyeken, és megjelentek azokon a helyeken is, amik tényleg teljesen hétköznapi használatúak voltak. Ezeknek egyébként az egyik szerintem legizgalmasabb darabjai az ilyen polc és telázsli csíkok, amik hát gyakorlatilag a kamrában is megjelenhettek, tehát hogy nem kellett feltétlenül olyan helyre kerülniük, ahol mindenki és minden időben, vagy mondjuk azok látják, akik a lakás díszítését szeretnék megnézni, hanem ezt a magukért a saját maguk által használt helyek díszítésére is használták. És még egy nagyon szép díszített változata van, azt hiszem, a textíliáknak. Ezek az például a lepedő díszítések, a díszlepedőknek az elkészítése, ami ugye azért is érdekes, mert ezek hát az ágyban voltak, gyakorlatilag csak a szélét látták, és csak a szélét díszítették is neki, de ugyanakkor az ilyen kis rejtett részein is vannak olyan apró motívumok, díszítések, egy rózsa, egy virág, egy valami olyan motívum, ami tényleg nagyon sokat elmond arról, hogy milyen szépen készítették el ezeket a tárgyakat az asszonyok. A megőrzésen van most azt gondolom leginkább a hangsúly, de én azt látom, hogy minden időben jön egy olyan kor, egy olyan időszak mindig bekövetkezik, amikor ez a kézi munka, ezek az apró finom öltéssel díszített tárgyak, azok szerepet kapnak. Ugye most ez egy ilyen nagyon izgalmas változó időszak, mert alapvetően azért a háztartásoknak a díszítésére ma rengeteg lehetőségünk nyílik, az egyéni ízlésnek a megmutatása, a kialakítására most számtalan módunk nyílik,
lehet olyan kiegészítőket vásárolni, tehát nincs egy úgymond egy kényszer, hogy magamnak kell elkészítenem azt, amitől szép lesz a ház. A korábbi korszaknak a gondolatát még jól mutatja. Ez a Was du heute kochen sollst, musst du selbst entdecken. Einzige Bedingung ist, gut muss es mir schmecken. Hát ugye a férfiaknak egy kicsit ez ilyen, talán ez az egyetlen olyan feliratunk, ami arról szól, hogy a férfiaknak milyen szerepe is volt a konyhában, illetve van még egy-két hasonló ehhez a gondolathoz. Ez egészen konkrétan ugye azt jelenti, hogy ma mit főzzél, azt neked kell kitalálnod. Az egyetlen feltétel, hogy ez jó, finom legyen, tehát ízletes legyen. Az egyik szerintem legérdekesebb textil itt a kiállításban, ez a viszonylag nagyméretű, valószínűleg gyermekfürdetésére használt lepedő. Ennek az anyaga is egy kicsit erősebb, vastagabb vászonanyag, és hát nagyon szépen mutatja azt az időszakot, amikor már tudatosan előtérbe került az, hogy a gyerekekről hogyan gondoskodjanak a nők, és egy kicsit jobban előtérbe kerültek ugye a gyerekek igényei is a családban. Frisches Baden jeden Morgen, soll für Kinder Mann besorgen. A lényeg, hogy ugye minden reggel egy friss fürdő szükséges a gyerekeknek, ezt ismerjük a népi kultúrából is, hogy ugye a fürdés, a mindennapi tisztálkodás, az nem volt egy megszokott dolog, kivétel a gyerekek számára, illetve a valamilyen betegségben szenvedő emberek számára volt a mindennapi fürdő, az egy természetes dolog, és ez nagyon szépen mutatja, hogy nem is szabad ezt a szokást abba hagyni, és kell a gyerekeknek minden reggel a tiszta vízben megfürödni, és ugye ők voltak azok, akik a legtisztább vízben fürödtek mindig, és a család többi tagja, ha szükséges volt, akkor használta még azt a vizet. Maga a díszítés ennek is egy viszonylag nagyon szépen, aprólékosan kivart ilyen kis virágmotívumokat látunk rajta körbe, és hát egy nagyon kedves kis angyalkát is látunk, akinek hát fontos, hogy vigyázzon a gyerekekre, ezek mind úgy meg tudtak jelenni ezeken a falvédőkön, hogy az angyal az mindig egy ilyen védelmezőként jelent meg itt a bemutatott textileken, és talán érdekes az is, hogy a kisgyerek már fürdőkádban van, tehát hogy már ez jól mutatja, hogy kicsit ez a polgári világ, ez már találkozik azzal a szokással, amit alapvetően hát ez a kézi hímzések, ezek sokkal inkább, ez a típusú hímzés, ez sokkal inkább egy ilyen polgári kultúrában, polgári virágban kap szerepet. És hát nagyon szépen fejezi ki annak a kornak a gondolatát és annak a kornak a szokását. Mit üzentek az anyák lányaiknak? Mit gondoltak a háztartást vezető nők a családról és a hitről? Milyen volt a nők képe a férfiakról? Ezekre és még sok más kérdésre is választ adnak a falvédők, a házi áldások és a házi oltárterítők.